A tudatos vásárlóknak először is a méz származási helyét kell figyelembe venniük, mondta Mányik Gabriella méhész. Hozzátette, a vitaminban gazdag hazai mézet közvetlenül a termelőktől érdemes megvásárolni, a boltokban található termékeknél pedig arra kell odafigyelni, hogy az üvegre méz legyen írva, ne pedig méz jellegű készítmény. Időjárás szempontjából nagyon jó évet zártunk, ezáltal a hozam is, én úgy gondolom, minden méhész számára, vagy a legtöbbünk számára pozitív volt. Felvásárlás terén a kínai mézhamisítás kapcsán nagyon sokunknak nehézséget okozott a méz leadása, de az ezzel kapcsolatos hírek, amik megjelentek a híradóban és a médiában, felkeltette a tudatos vásárlók figyelmét, és ezáltal évvégére én úgy gondolom, hogy elmondhatjuk azt, hogy sokkal több mézfogyasztó lett Magyarországon, és tudatosan keresik a termelői mézet és a magyar mézet, amit Hungarikumnak mondhatunk immár 2 éve. A téli hónapokban a 10 fok alatti hőmérséklet beköszönte után a méhek már nem hagyják el a kaptárt. Vegetálással, mézfogyasztással és a kaptár belső fűtésével foglalatoskodnak. Azonban, ha beköszönt egy enyhébb nap, a méhek is kimozdulnak. A tél közepi plusz fokok biztosítják azt, hogy a méhek kijöjjenek a kaptárból, és a bérrendszerükben összegyülemlett salakanyagoktól megszabaduljanak. Ez a méhészeknek nagyon nagy megnyugvás lenne, mert nem tudjuk még, milyen tél jön. És ez egy biztonság a méheknek is, hogy bizton át tudják telelni, vagy át tudnak telelni, és tavasszal erővel és teljesítőképességek teljében tudnak nekiállni az ez évi munkának. A méhek számára a 12 fok fölötti hőmérséklet elérése jelenti a tavasz kezdetét. Akkor már kirepülnek, és a környező 3-5 kilométeres területen látnak hozzá a mézgyűjtési lehetőségek felkutatásához.